Ma elátkozott videókra fogunk reagálni. Ja. Kifogytam az ötletekből. Már nem tudok miről gonosz véleményt mondani. Nem tudok kiket kicsúfolni, úgyhogy idáig süllyedt a karrierem, hogy elátkozott videókra kell reagálnom. 5 darab videót fogunk megnézni. 5 darabot választottam ki, amikről olyan hírek terjengenek, hogyha megnézem, akkor bal szerencsém lesz, hogy meghalok, hogy az életem rossz irányba fog fordulni, ennél rosszabbra már úgyse tudna. Úgyhogy nézzük meg, hogy a pletykák igazak, és akkor kezdjük a videót. Na, az 5. helyen van ez a Vpkepkv című videó, ki sem tudom olvasni, hát nézzük különösen. Aha. Tehát egy amorf Adolf Hitler fej. Az egész jó. Amúgy is bírom a munkásságát, tök jó festő volt. Beteg zenével a háttérben. De bár lehet, hogy ez Rikeszli. Mert a Rikeszlire is hasonlít egy kicsit. Aha. Semmi extra. Ja, hogy ennyi volt. Hát ez elég ingerszegény volt, azt kell, hogy mondjam. Tehát azt néztük, hogy egy kicenzúrázott Hitler fej írrépet hallgat. Tök jó, elátkozott videó. Fasza. Jó, nézzük akkor a következőt. Arrusz. Anyád, milyen jó zene. Szokásos írrép. Oh. Egy mozgássérült, vagy valamilyen fogyatékossággal rendelkező embert látunk, ahogy táncol. Aha, értem. Még ott volt egy cuki rozmár is. ezt se értem amúgy nagyon, hogy miért elátkozott videó. Egy fogyatékos embert láthatunk, meg egy cuki rozmár. Tehát ez épp, hogy egy családbarát videó. Tehát ez nekem tetszett, ez aranyos volt, ja. És felhívja a figyelmet arra, ugyebár, hogy a fogyatékos embereknek segítsünk, mert ők is emberek. Ez egy tanulságos videó, ez nem is olyan ijesztő. Ez a rozmár már meg csak igazából a hab volt a tortán, nem cuki volt. Na nézzük a következőt. Én szeretem a Five Nights at Freddy's-t, meg én bírom a robotokat, meg az én absztrakt dolgokat, szóval ez nekem megint csak nem ijesztő. Az a kedvencem, hogy egy Vevo csatornára van feltöltve, tehát ez egy zene, ezek szerint. Mondjuk én szoktam vokaloidokat hallgatni, szóval megértem, hogy van ilyen. Semmi extra már megint. Hát, egy éneklő robot. Hát, most így a jövő úgyis a robotoké. Meg minden a digitalizáció körül fog forradni, akkor mit akadunk ezen ki? Ez még aranyos is volt szinte. Hú, 2 videó maradt, de ez közül 3, ez már kikészített, már kezdem feladni. Nézzük, hát ha a második ijesztő lesz. Na, egyből orosz szöveg, hát nagyon jó, én nagyon értem. Ó, hoppá. Engem láthatunk, ahogyan a hajnali órákban Róbi szódáért megyek ki. Nagyon jó. Teke vannak bevágva. Nagyon-nagyon eltörzi az hangot, tehát megsüketülök, le fogom halkani, de én konkrétan megsüketülök, tehát ilyen sikítozás, mert minden van a háttérben. Góros image, absztrakt dolgok. Ja, fasz! Megsüketülök, bazdmeg! Ne faszolok! Most ez mi volt ez a jumpscare, baszki? Hát megijedtem rendesen a kézikításpad, bazd meg. Kösz szépen. Ez kurva hangos volt. Hát kiszakad a dopártyám úgy, hogy itt van egy szekrénybe a telefonom, bazd meg. Szerintem le sem fogom tudni halkítani rendesen a videóba. Hát jó, elég beteg image világa volt, de nagyon sok Jeff the Killert láttam, nagyon sok horrorfilmes bevágást, meg ilyen snitteket, hát jó. Ez nem volt ijesztő, csak kurva hangos. Na nézzük az első helyezettet, elvileg ettől óvakodnom kéne. Köszönjük szépen, Bizsba. Ó, ez magyar ráadásul, az a legjobb. 15 000 lesz. Kicsit megakadt. 15 000? Igen. Lesz, miért van?
Hello, mindenkinek is itt újra csatornán. Mizu, mizu. A mai Oké, videóban... egyelőre vegyes érzéseim vannak ezzel kapcsolatban. Hát az image világa az már most ijesztőbb, mint a másik négynek. Nézzük tovább. Kinyomja a szemét? Ja, nem. Nagyon-nagyon csúnya a világképe. Elég eltorzult, hogy úgy mondjam. Ez lehet, hogy keményebb lesz. Az a probléma, hogy míg a többinél meg lehetett állapítani, hogy vagy humanoidok, vagy robotok szerepelnek az adott videóban, addig itt nem vagyok benne biztos. Bisházi Barbie baba. Nem is értem, hogy mondanak. Tehát abban sem vagyok biztos, hogy humanoid nyelvezetet használnak a videóban. Na jó, elnézte a faszomba komolyan. Ez nem, ilyen nincs, bazd meg. Hát ez az utolsó, ez valóban mély nyomot hagyott bennem most. Nem hiszem, hogy fogok aludni ma este. Ez egy nagyon torz világképű, nagyon elbaszott, nagyon csúnya, de valahogy mégis azt mondják az emberek, azt mondja az emberek többsége, hogy ez a legkevésbé ijesztőbb az öt közül. Nem tudom. Hát ez fú, bazd meg. Na most mindenféle humortól eltekintve, nézzetek már erre a profilképre! Ez oda kommentelte ez alá a videó alá. Ez egy kislány, aki ilyen videókat néz. Baszki! Kedves szülők, ne hagyjátok már, hogy az internet elbaszott influencerei neveljék fel a jövő generációját. Mert ez is egy szutyog generáció már eléggé. A következő ne legyen még elbaszottabb. Oké? Köszi. Na köszönöm szépen a figyelmet. Remélem tetszett nektek ez a videó. Igen, visszatértem egy hónap után, milyen kurva jó. Kifogytam az ötletekből, sajnálom. Bár sok minden történik a magyar médiában, de nem nagyon foglalkozok velük, mert kiégtem valahogy az egészből, teljesen hiába csinálok bármit, hiába nyilvánítom ki a véleményemet. Akár én, akár más rend videósok, vagy kritikusok, semmi nem történik, mert egyre elbaszottabb lesz a média, ez a probléma. A sok egoista, rohadt nyomorék influencer, mint például ez is volt. Ez a Bish Barbie. Már majdnem bitch-et olvastam. Mindig remélem tetszett nektek a videó. Like, meg feliratkozás, meg mindenféle fasság. Találkozunk legközelebb, és addig is szevasztok!